4 arany, 4 ezüst és 1 bronzérmet szereztek a magyar úszók Győrben az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon. 2 érem megszerzésében kulcs szerepe volt a nyíregyházi Hadházi Dórának, aki a 4x100-as vegyes, valamint a 4x100-as mixváltó tagjaként állhatott fel a dobogóra. Ez nagyszerű teljesítmény, főleg annak tükrében, hogy az év elején még az sem volt biztos, hogy lábtörése után versenyezhet-e nyáron a fiatal úszónő. Az oda vezető út nagyon nehéz volt. Ennek megfelelően a sérülések következtében tudtuk, hogy a realitás az, hogy egy döntős helyezésünk legyen, és a váltóba legjobbakat teljesítse, és ez a 2 váltóba sikerült is éremszerzés, és be tudtunk kerülni a döntőbe is. Ugye a lábtörés következtében 8 hét rögtön kimaradt, azután nem tudtunk intenzíven, ezen fokozatosan kellett dolgozni, közben jött egy kisebb hátsérülés, utolsó 5 napon pedig járt a kórházat a fülével, tehát mindenképpen rányomta a bélyegét a teljesítményére. A tavalyi eredmény 1:01:06, azzal most dobogon lett volna, és 1 percen belül nyerték a 100 pillangót, de Dórit képesnek tartom arra, hogy később ezt az időt is megúszza. Hadházi Dóra abszolút pozitív élményekkel gazdagodott az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon. Váltóval nagyon elégedett vagyok, mindenki megtette, amit tudott, és ez elég volt az éremhez. Egyéniben egy picit többre számítottam, de meg vagyok ezzel is elégedve. Nagyon jó volt, főleg, hogy ugye itthon rendezték, és a VB-re is nagyon sokan mondták, hogy jó a hangulat, mert sok a magyar, és itt is ugyanez volt, tehát a magyarok nagyon jó hangulatot adtak a versenynek. A fiatal úszónő egy rövid pihenőt követően szeptemberben elkezdi a felkészülést, majd jönnek az őszi versenyek, amelyek a decemberi cikluszáró viadallal érnek véget.